Már elkezdte a felkészülést a következő évadra a Ferencváros női kézilabda csapata. A játékosok újult erővel vetették bele magukat a munkába, köztük Háfra Noémi is, akit az EHF az előző idén bemutatott teljesítménye alapján zsinórban másodszor választott meg a Bajnokok Ligája legjobb fiatal játékosának. Nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem már az is nagy dolog volt, hogy engem jelöltek erre a címre, és hogy másodjára is meg tudtam nyerni, ez meg már egy habatortám volt, szóval én nekem ez egy dupla öröm volt. Úgy gondolom, hogy most ez a koronavírus bejött, és ott örömködtem otthon, sajnos nem tudtam úgy megosztani senkivel sem, de így volt a jó. Ha visszagondolsz az előző idényre, akkor mi az, ami először eszedbe jut róla? Sajnos ez a helyzet, ami kimaradt az a két hónap engem, az nagy megtörés volt, ugye ott jöttek volna a válogatott meccsek, akkor a bajnokság vége felé mentünk volna már, és akkor úgy mehettünk volna pihenni, hogy amit ki tudtunk adni magunkból, azt kiadtunk. De igazából sok meccs megmaradt, ami jól sikerült, meg voltak rosszak is, de igazából csak a jókkal kell foglalkozni. Mik ezek a tanulságok, amiket magaddal viszel a következő idényre az előzőből? Igazából azok a tanulságok, hogy sosem szabad feladni. Én ezt most így nagyon megtanultam, de szerintem így a csapat is most kipihente magát, úgyhogy szerintem ez mindenkire fog vallani, hogy menni fogunk, mint a erővel, de most ez az alapozó időszak, ez pont erre jó. Igazából ezeket mondanám így. A magunk mögött hagyott Csonka idejében Háfrára nagyobb nyomás nehezedett, mint korábban, ami elsősorban a válogatottban, a világbajnokságon mutatkozott meg. Vajon a koronavírus miatti kényszerszünetben volt ideje arra, hogy ezt is rendbe tegye fejben? Igen, abszolút. Kicsit fordítottam a helyzeten azért. Most én ezt a koronavírust egy kicsit úgy fogtam fel, hogy pihenés. Szóval én amióta kézlabdázok, nem pihentem ennyit, és regenerálódott a testem abszolút, de a fejem is. Szóval tisztábbnak érzem magamat, és nagyon örülök neki, hogy most már azt érzem, hogy újult erővel tudok neki látni ennek az alapozásnak, és remélem, hogy a bajnokságnak is. Úgyhogy én csak ennyit tudok mondani erről, hogy tényleg ez egy kicsit jó időszak. Rossz volt a világhelyzet, de én egy picit annak örültem, hogy ennyit tudtam pihenni. És hogy a szokatlanul hosszú szünet után milyen volt ismét visszatérni az edzésekkel teli hétköznapokba? Nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Az első héten egy ilyen szoktató edzés volt, ugye még valaki négy hónapja nem fogott labdát. Most lehet, hogy sokat mondtam, de nagyon régóta nem fogott labdát, és őket kellett úgymond visszahozni egy kicsit a labdával. De én nagyon jól érzem magamat, úgyhogy a csapategység is nagyon jó, a külföldiek is nagyon jól illeszkednek be. Úgyhogy én egyelőre csak pozitívat tudok mondani. A Ferencváros kerete alaposan átalakult a két idény között, hiszen 9-en távoztak, miközben 7 új játékos érkezett Elek Gábor csapatához. A 21 éves balátlövés új posztársat kapott a 45-szörös német válogatott Emily Bölk személyében, akivel valószínűleg megosztják majd a játékidőt, így egy-egy mérkőzés kevesebbet vesz majd ki belőlük. Én is így látom, és színesítik majd a játékunkat, ennek is nagyon fogok örülni. Igazából szerintem nagyon jó kiegészítő társ lesz ő is. Beszélgetetek már itt edzéseken? Igen, ő a párom most egyelőre, majd Alicia lesz a most sérült sajnos, de ő lesz majd a párom, és nagyon jól kijövünk, úgyhogy örülök neki. Adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, amiben arról beszélt, hogy még mindig emlékszik a 2018-as gólodra, amire hát kb. Mindenki emlékszik, de neki az egyik legrosszabb élménye volt, ez szóba került-e? Nem, még nem beszélgettünk róla, de olvastam az interjúját, úgyhogy de gondolom az nagy tüske volt számukra, hogy az a gól bement. Mi meg örülünk neki. A Fradi kézilabdázói tehát gőzerővel készülnek az előttük álló feladatokra, de vajon nem sokára a mérkőzésen is megmutathatják, mit tudnak? Én nagyon bizakodó vagyok, hogy most már remélem, hogy majd szeptemberre esetleg, de nem tudunk mit mondani, azért most változik a világ helyzete napról napra, úgyhogy igazából pontosat nem lehet mondani. Mi edzünk, készülünk, és majd a sors fogja hozni meg a helyzet, hogy el tudunk-e indulni, el tudjuk-e indítani a bajnokságot, a Bajnokok Ligáját, vagy egyéb mérkőzéseket, vagy sem.